Jó reggelt kívánok minden kedves rádiónéző gyereknek. A Mavericket fogjuk átvenni most egy pár pillanat alatt. Nem hosszú és nem túl bonyolult a dolog. Targeting podunkat kiválasztva, a Waypoint 2-nél azt mondták, hogy ott van egy supply névvel. Kettő darab truck, ott is vannak. Még mindig a targeting podot használva kijelöljük point módba. Esetleg ha szeretnénk white on hot vagy black on hot módra válthatunk, hogy szebben lássuk a dolgot. Ha a point módra kijelöltük TMS up short-tal, akkor TMS up long-gal, tehát hosszan nyomba tartva ugyanazt a gombot, létrehozhatunk egy speed, amit aztán utána átváltva természetesen megnézzük, hogy és nem az van kiválasztva, tehát a master mode button segítségével elmegyünk CCRP módig. Itt középen lehet látni, CCRP ott volt, még egyszer átmegyünk rajta, a CCRP a HUD-on látszódó kis Maverick targeting reticle, ami azt mondja nekünk, hogy a Maverick van éppen kiválasztva, mint sensor of interest. De ez minket annyira nem érdekel, mert fölmegyünk a HUD-ot, beállítjuk szenzornak, és kiválasztjuk a Mavericket. Hát itt látszik, hogy a Mavericket, ez a DMS, DMS jobbra és balra gombokkal lehet válogatni a fegyverek között, akkor, hogyha a HUD szól. Ha nem a HUD szól, tegyük azzá, mert anélkül nem lehet. Vagy ugye másik gombbal lehet csak. Nos, válasszuk ki a Mavericket, mint szólt. Ugye létrehoztunk egy speed. És a speed a China Hat előre hosszan nyomva tartásával tudjuk odaszlévelni a Mavericket, a speed-re, amit létrehoztunk. Ha nincs ilyen mázling, mint nekem most, igen, akkor nagyon egyszerűen China Hat forward long. Ezzel nyomba tartva azonnal rá is áll, majd egy TMS up short-tal lehet. Ugye most nincs lokkolva a Maverick, bezoomolok China Hat forward short, és TMS up short, amivel lokkolja a Mavericket. Na, indítsuk el. Az aktív pózból szálljuk ki. Warning, autopilot. Okosan nekilöktem magamat a joystickomnak. És most láthatjuk, hogy éppen még mindig lokkolva van. 4 egész nautical mile tengeri mérföldre vagyunk. 3,8. Általában a D-Mavericket olyan rifle, olyan, és ki is lőttem ugye a rakétát. A Mavericket, ez most szépen rá fog követni arra, amit becélzott a TGP, a Spear-re. A Maverick nem tud a D és a G és a H, nem, bocsánat, a H, igen. A D, a K és a G nem tud földre célozni, tehát nem tudunk vele csak úgy valahova ellőni. Ó, mindenket te sikerült kilőni, hát ez szuper. Viszont a H-val lehet olyat csinálni. Megkeressük a harmadik patrol nevezetű dolgot. Az is van kiválasztva, nagyon jó. Thank you.
Jó. Ismét ugye a TGP-t beállítottuk arra, hogy a 3-as Patrol nevezetű, kicsit beállítom magam körkörös autópilótára. TGP-t beállítottuk, hogy a 3-as waypointunkon, azt mondták, hogy ott van a célpontunk, azon találja a következőt, a China Head Forward Long ismét, tehát hosszan nyomba tartva a China Head előre gombot, meg tudja, oda trackkel úgymond. Majd egy TMS up röviddel, TMS felfele rövid, point módba váltjuk a TGP-t, és TMS up longgal pedig létrehozzuk a speed. Ott is a piros füstot látszik a sarokban. Viszont ellentétben a D-vel a hát lehet úgymond force correlate-elni, vagy rögzíteni a földre. Tehát ő neki meg tudom mondani azt, hogy ne a célpontot keresse, mint a Maverick többi fajtája, ahol is ugye az eltérést nézi a hőforrásban vagy színben, black on hot vagy white on hot, nagyjából. Hanem meg tudom mondani neki, hogy egy bizonyos célpontot nézzen ki a földön, és oda menjen, oda repüljön, nekem teljesen mindegy, hogy ez most egy fa, egy épület, egy valami madár, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy ne konkrét célpontot találjon magának, hanem oda menjen, ahova én mondom. Ez akkor lehet fontos, ha mondjuk nagyon nagy magasságról, vagy nagyon nagy messziről szeretnénk kilőni egy Mavericket, speciál egy SAM-site hatósugrán kívülről, vagy nem olyasmit akarunk eltalálni, ami produkál felfogható hőforrás, vagy felfogható színeltérést. Ami még nagyon fontos, a D azaz, amit éjszaka szeretnénk vinni, az AGM 65D, mert az az egyetlen, ami azt hiszem, hogy az az egyetlen, ami infrás optikával ellátott, ergo éjszaka is nagyon jól lát. Lehet a többivel is, csak nyilvánvalóan, hogyha éjszaka szeretnénk használni, hát például sokkal kisebb távolságról fogjuk tudni csak kilőni, illetve sokkal kisebb távolságról fogunk tudni bevinni vele értékelhető találatot. No, akkor nézzük is meg, hogy hogy működik ez a dolog. A force correlate. Warning, autopilot. Célpontra. Lassítsunk egy kicsit. Warning, autopilot. Jó, és most azt mondom, hogy én ezt szeretném eltalálni. Ő egy katona, pedig egy warning, autopilot. Autó vagy valami, tehát neki a hőképe valószínűleg nem lesz elég egy D-nek vagy hasonlónak, hogy rá fókuszáljon, megtalálja a célpontot. Ismét TMS up short point módba, TMS up long. Létrehozza a speed. És most pedig a boat switch-el, átváltottam, ugye oda néz a Maverick, amit mondtam neki, hogy hova nézzen. De az nem egy, ide hiába nyomogatom a... De be tudta fogni. Mondjuk nappal van, igen. Tehát elég valószínű, hogy a nappali. Látsunk át máshova, egy földre például itt mellette. Remélhetőleg elég lesz a... Ide mondjuk. Itt létrehozzuk az új spinket. Átváltunk Maverickre. Mondjuk ezt értelmesebb, érdemesebb, magasabb. Nagyobb magasságból kilőni. És nagyjából már
az, hogy megtalálja a földön azt a pontot, nem. Tehát most hiába nyomkodom a Kémez Absortomat, ő ide nem fog tudni lőni, mert azt mondja, hogy nincs, amit befogjak. Nem találok semmiféle olyan pontot, amire rá tudnék fókuszálni, ezért nem tud, nem talál lockot. Picit vissza, hátrébb megyünk, vagy előrébb, vagy mi ez, tehát távolodunk egy kicsit a célponttól, legyen időnk megcsinálni, amit kell. És már átment a következő pontra, waypointra. No, forduljunk rá a célra. Igen, tudom, lassan megyek. Szerintem nem olyan nagy baj. Rá fogsz jönni, hogy... Jó, akkor adok neked kakaót, tessék. Most jó? Aktív pózba bementünk, mert amit látszik, hogy a pont az, amit kinéztük magunknak, speciál előfordul néha, hogy most éppen a teherautó mögött van a látóvonala annak a pontnak, ahova én céloztam a Mavericket. Ezért a Maverick úgy gondolja, hogy jó, menet közben én találtam valamit, és arra ráfókuszálok. De menjünk vissza odáig, hogy itt létrehozunk egy újat. Új speed. Ráfókuszálunk. Na most, ahhoz, hogy ezt az úgymond force correlated, vagy ground stabilized-ot meg tudjuk csinálni, ehhez a boat switch-el ugye középső állásba kéne hoznunk. A boat switch az... Ő, a piros. Ő, nem bocsánat, a fölötte lévő, az a boat, mert alakja van az a China Hat, az alsó. Azt hiszem. Igen. Ez a China Hat. Előre-hátra. És ügyesen csinálom a dolgokat, mert nyomtom. Tekerjünk vissza úgy. Na most már nyomtam egy boat switch előre. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy force correlate-elni tudjuk a hát, ahhoz középső állásba kell hozni a boat switch-et. Csak hogy minek után defaultban középen van, ezért először vagy előre, vagy hátra kell egyszer kattintani, és utána vissza középső állásba. Ettől azt fogja mondani nekünk, hogy most jó, és ilyenkor egy TMS upshort-tal rögtön rá is fókuszál, vagy belokkol arra a pontra, amit éppen ott kijelöltünk magunknak a TGP-vel, és azonnal ki is lőhetjük a rakétát. Rifle. És egész konkrétan ez a rakéta pontosan oda fog menni, ahova becéloztunk. Tehát nem az autóba, nem az emberre, hanem a kettő közé. És mindenki után nem lát odáig, én meg lassú vagyok. A TGP célpontjára mind a kettőt eltalálta, sőt, jól láttam, mind a hárman. Igen. Tehát a TGP által létrehozott Spire, ő rárepült, és nem érdekelte semmi sem. Még egy apróság, ugye látszik, hogy még egy hám van. Minden egyes alkalommal, amikor ki akarjuk kilőni, még ha ugyanarra a célpontra is szeretnénk kilőni az új Maverick hát, minden egyes alkalommal el kell játszani ezt a boat switch előre-hátra című dolgot, anélkül ugyanis nem működik a force correlate vagy ground stabilize. Viszont ha megvan, akkor azonnal lehet lőni, tehát ugye a TMS upshort-tal belokkolunk és azonnal lehet tüzelni. Teljesen mindegy, hogy milyen távolságban vagyunk, arra azért figyeljünk, hogy maga az AGM 65H-nak a lőtávolsága, tehát a hatósugarán kívülre ne nagyon célozzunk. Nagyjából ennyi a Maverick. Ha kérdés van, kommentekben nyugodtan, szívesen válaszolok.